Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsor. A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53. A hallgatók mai beszélgetőtársa Vési János. Gerlóci Márton író van itt velünk a telefonnál. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És a tegnapi vasárnapi hírekben eligazítás címen írt egy írást, amit, ha jól értem, végül is az a mondani valója, hogyha a hivatalosságok úgy bánnak a hajléktalanokkal, ahogy bánnak, akkor itt az ideje, hogy a polgárok maguk segítsenek embertársaiknak, akik éppen ilyen szerencsétlen helyzetben vannak. Ugyan, pontosan ez a mondani valója. Én mostanában is szerettem egy ilyen változást az emberekbe, és nyilvánvalóan azért, mert most már egyértelmű a helyzet, tehát a kormány, az állam, az önkormányzatok nem segítenek a hajléktalanokon, tehát magunkra maradtak, és most már csak nekünk van dolgunk velük, azt hiszem. Ha jól emlékszem, egy régebbi írására, hogy talán egy pozsonyi pikniken esett meg önnel, hogy ott a pozsonyi piknik az egy ilyen majális szeptemberben, nem tudom azt, hogy mondják. És akkor ott ön főzött, ha jól emlékszem, valami finom ételt, hogy ott mindenkinek, és hát a hajléktalanok voltak, akik ott az elsőknek sorba álltak, hogy akkor ők köszönik. Igen, szépen. Az úgy történt, hogy a pozsonyi piknik először úgy volt, hogy mindenki lehoz ételeket, és akkor egymást megetették. Szomszédet, ugye az Újlipótvárosban szomszédok. Igen. Ezzel nem számoltak, hogy megjelentek a hajléktalanok, amivel nekem nem volt problémám. Én volt újság, ami egy híres hajléktalan újság, lehúzták a törköltömet aztán. Igen. Igen. Ja, mert ez is a történet volt, hogy nem volt idejük kivárni, vagy túl éhesek voltak az, hogy kivárják, míg megfő. Igen, hát kemény lett. Az volt. És visszatérve ahhoz, amit ön mondsz, én azt látom, hogy amikor elhangzik egy olyan történet, hogy valahol van egy hajléktalan, és ott a lakók segítenek neki, és befogadják, enni adnak neki, nem tudom, tehát akkor úgy egy csomó ember azt mondja, hogy jaj, de jó, meg milyen szép, meg milyen jó, hogy ilyen történetek vannak. Aztán csak a következő lépésig jutunk el nehezen, hogy na jó, de a szép történetek csak úgy lesznek, hogyha mi, akik ezt szépnek tartjuk, vagy fontosnak tartjuk, teszünk valamit. Igen, én amit ebbe írtam, az lényegében az, hogy ez a Facebook, amit minden szírszára használnak a receptekre, meg bugyi cserére, meg tehát lehetne normális dolgokra is használni, tehát hogy ezen követni lehetne, hogyha megcsinálunk profil ilyen oldalakat, hogy ezekkel a hajléktalanokkal személy szerint mindegyike éppen mi van, és mi velük a cél, és ki eteti, és ki gondozza. Tehát ez olyan, mint egy ilyen örökbefogadás. Tehát, hogy jelentkezzünk, hogy én... Hát én ugye csak a saját körzetem is tudok felelni, mint például egy faluban, ugye, ahol régebben meg fejlettebb falu közösségekben nem engedték meg soha, hogy valaki teljesen lecsúszott, tehát akkor ezt a többiek támogatták, mert az egész falunak kellemetlen, hogyha... Hát, hogy ott jobban szem előtt is volt, meg talán a felelősség nem oszlott úgy el, mint egy nagyvárosban, mert miért... Igen, pont... de itt is szem előtt van, és akkor, ha úgy tekintünk a városra, mint falvakra, tehát 4-5-6-10 utcákra fel lehet ezt osztani, mindenkinek lehet csinálni egy ilyen oldalt, és ott meg lehet beszélni ezeket a dolgokat, ezt nyomon lehet követni. Ez a terv, aztán, hogy ebből mi lesz, hát az... Igen, hogy ne értse félre, hogy ez az írói munkássága része, mert egy írónak persze az a dolga, hogy felvessen dolgokat, meg gondolatokat. Nem feltétlenül neki kell egy város szociális problémáit megoldani, vagy azt megszervezni, hogy megoldják. Jó, hát én amit írtam, azt, hogy létre is hoztam ezt a csoportot, jelenleg nézem 65 tagban. Felajánlások még nem érkeztek, de hát én sem foglalkoztam vele azóta olyan nagyon, de mégis, hogy az utcát járom majd most... azt fogom csinálni, hogy megnyitja jól ezeket az embereket, és akkor kiderül. Hát igen, hogy kinek mi kell, mert lehet, hogy valakinek segítség kell, hogy megtalálja azt a hivatásos segítő szervezetet, nem, ahol tudnak neki profin segíteni, lehet, hogy valakinek csak nagyon kevés kell ahhoz, hogy kiszabaduljon erről a körből, és lehet, hogy valakinek hát aztán tényleg jó sok embernek össze kell fogni, hogy teljesen érte valamit. Igen, igen. Hát én nem tudom, én gyanakó vagyok, én nem szoktam soha ezeknek a hivatásos szervezeteknek talán jobban adni semmit, inkább ebben hiszek, hogy a helyben oldom meg a problémát. Persze, hát ez nyilván nagyon fontos. Van a régi novellákból hány ilyet is, hogy egy családnak van egy saját koldusa. Aki jön, és rendszeresen jön az ő neki már-már járó adományáért, mert tudja, hogy itt számolnak vele, vagy törődnek vele, és hogy ez milyen sokat számíthat.
Hát kíváncsian várjuk a folytatást, hogy tudjuk nyomon követni, hogy, hogy mire jutnak, vagy hogy lehet csatlakozni, ha ilyen praktikus dolgokról is beszélünk. Hát, elég hülye neve van, ugye ez most a hideg és meleg élelmezési parancsnokság. Ez kiderül egyébként az ön írásából, hogy miért ez a... Úgy már van értelme, valaki elolvasná, akár az interneten is a Vasárnapi Hírek oldalán. Igen, bocsánat, hogy közvágtam. De szerintem, hogy a Facebookon beütélzem egy meleg élelmezési, akkor nem hinném, hogy túl sok oldal kijönne ezen kívül. Úgyhogy akkor lehet csatlakozni a hajléktalanok segítésében. Gerlóci Márton írónak köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Viszontlátásra.